Krisztusban, kedves testvérek, kedves bérmárkozók! Ma már a köszöntőben is hallottuk, ma a Szentlélek eljövetelének és az egyház születésének van az ünnepe. Ez a két esemény nem kétséges, szorosan összefügg, hiszen Jézus azért küldte a Szent Lelket, hogy megalapítsa, összehívja, létrehozza és vezesse az idők végéig az egyházat. Sok akadályt kellett már kezdettől fogva leküzdenie ennek a közösségnek. Még az apostolok korában sokféle ellenségeskedéssel kellett szembesülniük. Aztán az évszázadok folyamán sokféle hullámzáson ment keresztül az egyház élet, hol nagyon virágzott, hol kissé lankadozott. Aztán voltak ideológiák, politikai, katonai erők, amelyek próbálták fölvenni a küzdelmet az egyházzal szemben, sőt egyenesen az életére törtek. De sem nekik, sem az egyház tagjainak, akik csak nagyon mérsékelten vagy bűnösen voltak tagjai ennek a közösségnek, nem tudták tönkretenni az egyházat. Ennek egyetlen oka van, és ezt jó, gyakran, napjainkban is hangoztatni és tudatosítani, mindez azért nem történhetett meg, azért nem tudták az egyházat legyőzni sem külső, sem belső erők, mert ezt a közösséget Krisztus építette, ez a közösség Krisztusra épül, már pedig Isten dolgait lerombolni nem lehet. Meg lehet tépázni, meg lehet gyengíteni, de megszüntetni, teljesen elpusztítani sohasem lehet. Jézus egyenesen ezzel bátorította övéit: ne féljetek, én legyőztem a gonoszt. Ne féljetek, még akkor sem, ha úgy, mint engem üldözni fognak, ne féljetek, a gonosznak nincs ereje fölöttetek. Ha erre gondolunk, akkor bizony gondolnunk kell napjaink azon keresztényeire, akik Közel-Keleten ma is nem csak üldöztetésnek, hanem gyilkosságoknak vannak kitéve. Imádkozzunk értük, hogy legyen erejük a tanúságtételben, a kitartásban, a hűségben. De a mai napon, amikor az egyház születését ünnepeljük, kell, hogy a magunk közösségeire, magunk plébániáira, a magunk korunk egyházára is gondoljunk, hogy imádkozzunk buzgón a mi közösségünkért, hiszen sokszor érezzük, hogy hiány vagyunk hitvalló keresztény családoknak, hiány vagyunk bátor tanúságtevőknek. Bizony sokan nem, vagy csak nagyon kevéssé ismerik Jézus Krisztus tanítását, és bizony azzal is szembesülnünk kell, hogy kevés papja van ma egyházunknak. Tehát érezzük, csak ezekből a jelekből is következtethetünk arra, hogy nagyon nagy szükségünk van ma is a Szentlélek segítésére. Szükségünk van arra, hogy Isten Szent Lelke erőt adjon nekünk, bátorságot, hűséget az egyházban való kitartásban és az egyházról szóló tanúságtételben. Jézus az apostolokat állította az egyház élére. Feladatuk, hogy hirdessék a föld végső határáig az evangéliumot, Jézus tanítását, és vezessék az egyházat. Ezt az egyház ellenségei mindig is tudták, és nem túl régen, csak néhány évtizeddel ezelőtt is alkalmazták
a már az Ószövetségben emlegetett igazságot, verd meg a pásztort, és szétszéled a nyáj. De mindezek ellenére egyházunk újjáélett, és ha sok-sok nehézséggel, hiányossággal küzdünk is, megvan a lehetőségünk arra, hogy apró építkezéseket végezve lélekben tudjunk megerősödni, növekedni. Sokféle módon próbálják az egyház pásztorai a hívőket megszólítani, különös módon a Krisztus keresőket, a Krisztustól még távol élőket, hogy ők is eljussanak az evangélium megismerésére és az abból fakadó örömre. Nem sikerül ugyan minden próbálkozás, de Pál apostol szavai erősítenek és lendületet adnak mindnyájunknak, aki azt mondta Timóteusnak, szeretett tanítványának, állj elő az evangéliummal, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Nem egyszer úgy érezzük, hogy akikhez szólunk, úgy tűnik, mintha alkalmatlan időben szólnánk, de ettől függetlenül tesszük, mert Jézus ezt kérte tőlünk. Szükség van pásztorokra, akik tanítják a népet, tanítják az embereket. Tegnap előtt Budapestről hazafelé jövet, az autóban a rádiót hallgattam, és egy, nem tudom már pontosan megmondani, hogy Szíriából vagy Libanonból származó orvossal beszélgettek, aki rendkívül szépen beszélt magyarul, már több évtizede itt él Magyarországon, és ő mondotta, hogy a Baháj vallásnak a tagja. Nem sokat tudunk itt Európában erről, de már itt Magyarországon is van egy kisebb közösség. Ez egy olyan vallás, amely a világ békét próbálja hirdetni, megvalósítani, és ami a Közel-Keleten dúl most, a riporter ezzel kapcsolatban mondta ennek a férfinak, hogy hát pedig a önök vallása aztán igazán békét akar, holott az egész Közel-Kelet háborúban áll. És ez az ember azt válaszolta, tudja, a mi közösségünknek legnagyobb baja az, hogy nincsenek papjaink, nincsenek, akik tanítsanak bennünket, nekünk magunknak kell az igazságot megtalálni. Pünkösdre készülve ez a gondolat mindjárt megragadott, hogy egy nem keresztény ember a saját vallásában milyen nagy igényét érzi annak, hogy legyenek tanítói. Márpedig Jézus azért állította az apostolokat az egyház élére, hogy tanítsanak minden korban, minden embernek hirdessék az evangéliumot. Kell tehát, hogy imádkozzunk az egyház születésének ünnepén azért is, hogy minél többen meghallják Jézus hívó szavát, aki ma is hív papokat, ma is hív pásztorokat, csak a külső környezet nem biztos, hogy mindig segíti is, hogy az a fiatal meghallja és elfogadja a hívást. Kedves bérmálkozók! Az egyháznak ma is a Szentlélek az erőforrása. Ezért tud és tudott minden korban megújulni az egyház, mert nem az emberi erő által újul meg, hanem Isten ereje, Isten szent lelke által. Nem a tanítást kell adgyornálni, napra készíteni, hiszen Krisztus evangéliuma örök érvény. Nekünk, hívő embereknek, Krisztus követőknek kell megújulni. Az egyház megújulása mindig a Szentlélek erejében, a hívő emberek által valósul meg. És a mai naptól rátok is, bérmálkozókra, különös módon számít az egyház, hiszen rajtatok is múlik immár,
hogy az elkövetkező évtizedekben milyen lesz az egyház, a katolikus egyház élete itt Magyarországon. Kedves bérmálkozók, ma biztos vagyok benne, semmire nincs nagyobb szükségünk, mint olyan keresztényekre, akik Krisztus evangéliumát jól ismerik, és ez azt jelenti, hogy nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is, tehát meg is élik azt. Hitvalló, hűséges Krisztus követők kellenek, akik által biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek ma is meg tudja újítani az egyházat, és az egyház által meg tudja újítani világunkat is. Kedves szülők, kedves rokonok, figyeljünk ma mindnyájan, különös módon a lélek indítására. Mit mond nekünk ma a lélek? Hiszen rajtunk, ma élő keresztényeken múlik, hogy Krisztus üzenete eljut-e minden emberhez, legalább a környezetünkhöz, szeretteinkhez, rokonainkhoz, barátainkhoz, szomszédainkhoz. Építsük együtt Isten országát, ott, ahová a gondviselés helyez bennünket. Ehhez nyerjük el ma mindnyájan a Szentlélek megerősítését. Amen.